Simon Oliver a World Skills versenyen. Pontos a reggeli étkezés, folytatódik a tej és gyümölcs program, nóta műsorok. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. 2019. szeptember 18-án, 18 óra 5 perckor. Simon Oliver a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakgimnázium festő-dekoratőr tanulója korábbi eredményei alapján tagja lehet a Kazanban a World Skills versenyre utazó magyar csapatnak. A világverseny előtt 4 helyszínen tartottak válogatót, melyen Oliver jól teljesített minden feladatban. Bármint elmondta, még mindig túlizgult a feladatokat. A versenytől azt kaptam, hogy rájöttem, hogy nem muszáj, vagy nem kell annyira túlizgulni. Tehát meg lehet oldani úgy is, hogy az ember tudja, hogy mit akar. Most mondhatom, hogy például a világversenyem, tehát egyáltalán volt bennem az izgatottság, de annyira ahhoz képest nem, mint például január fele Írországban. A versenyen jobban koncentrált a feladatra és a megmérettetéseken rutint is szerzett. Ebben nagy segítsége volt számára a Trilak és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében Belfastban a nemzetközi felkészülési verseny, ahol a tapasztalatszerzés volt a fő cél, nem a helyezés. A nyári intenzív felkészülés után utazott ki Oroszországba, Kazánba, ahol 63 országból több mint 1300 fiatal 56 szakmában mérte össze a tudást a szakmák olimpiáján. A felkészülés egészen januárban kezdődött a felkészülés, és a február-március táján intenzíven napi 10-12 órát gyakoroltam folyamatosan, körülbelül egy hónapban 2-3 napot voltam itthon. Hát kicsit ez megterhelő volt számomra, mert ugye szüleim betegesek, és ugye ezáltal muszáj volt néha segítenem, amikor hazajöttem, meg minden. De ami nagyon rossz, hogy ugye barátnőmtől nagyon távol voltam, és ezáltal ugye nagyon lelkileg nagyon meghúzott ez a dolog. A festő-díszítő szakmában 22 versenyző indult Magyarország mellett a világ országaiból, Svájcból, Franciaországon, Kínán át az Egyesült Arab Emírségeken át Ománig. Az előkészület az úgy zajlott, hogy volt egy nulladik nap, és volt olyan rész, ahol a nulladik nap annyit tudni kell, hogy az olyan előkészület, mikor a falat újra glettáljuk, ha kellett javítani, akkor javítottuk, újra festettük, és akkor megmondták, hogy milyen szabályok vannak aznapi, másnapi versenyre. Maga a versenykor ugye tapétázni kellett, ajtópisztolya, fújó berendezése kellett fújni az ajtót, tehát mázolni kellett az ajtót, dizájn, szerkesztés, nagyítás, festése, ugye az milliméter pontosan kellett festeni, szerkeszteni, nagyon befolyásolta a tudásom ezáltal, hogy ugye tavaly végeztem eszelgálisként, és most be tudtam vetni az egész szerkezeti rajzolvasásokat. Összesen úgy kezdtük, hogy úgy számoltunk, hogy 19 óra lesz rá az egész versenyre. A 4 nap be volt osztva 19 órára is, de végül megkaptuk azt a 20 órát, és akkor mindenki 20 órába dolgozott. Olivernek az erős mezőnyben 4 versenymunkájával sikerült kiválósági érmet szereznie, amit azok kaphattak meg, akik 700 pont felett teljesítettek. Az iparkamara megmondta, hogy idáig a legjobb forma volt ez a dolog, mert több mint a fele világversenykor, ugye több mint a fele egészen kiválósági érmet hozott a magyar csapat. Ez szerintem már ez egy olyan dolog, hogyha már egy világversenyen egy kiválósági érmet el tud hozni az ember, ami nagyon nehéz, akkor szerintem az már tud valamit. Oliver tudja azonban, hogy szakoktatója a Kovács Sándor segítségével még sok szakmai dolgot kell megtanulnia, így a most kezdődött tanévben elsősorban erre koncentrál. És ősztől kezdi a felkészülést a következő nemzeti válogatóra, melynek tétje a jövő évi szakmák Európa-bajnokságán való részvétel Grazban. A szakemberek szerint a legfontosabb étkezés a reggeli, amelynek energiabevitelünk 20%-át kell biztosítania.
Az orvosok véleménye az, hogy a reggeli elhagyása növeli az esélyét a gyerekkori elhízásnak. Ezen túlmenően azok a diákok, akik nem reggeliznek, nem is tudnak olyan jól teljesíteni az iskolában. Gyengébb a memóriájuk, és az éhségtől türelmetlenné válhatnak. Reggeliznek-e otthon a karcagi, nagykor református általános iskolában? Kérdeztük Földváriné Simon Ilona igazgatótól. Ilyen szülői értekezleten is ez tulajdonképpen az egyik nevelési téma, hogy figyeljenek oda, és úgy jöjjenek a gyerekek el otthonról, hogy reggelizzenek. Mi csak ebédeltetjük a gyerekeket, tehát ebédet kapnak, mégpedig két szolgáltatóhoz visszük el a gyerekeket. A napközis tanulók közül szinte mindenki ebédel, mert mindenki napközis. Aki hazamegy, egy néhány gyerek, hát az nyilván akkor odahaza ebédel. A felsős tanulóinkat pedig menzára invitáljuk, és hát a menzás nevelő átkíséri őket az étterembe, az éttermekbe. Én azt gondolom, hogy, és úgy látom, hogy 5., 6., talán még 7. osztályban is úgy a gyerek még úgy jobban elviseli a tanári kíséretet, felügyeletet az ebédlőben, de a 8. gyerek esetében már teljesen más a helyzet, nyilván nem mindenkinél, de egyre inkább az a gyakorlat, hogy elmennek étterembe, és akkor ott önállóan, de igazán tényleg szépen is fegyelmezetten, nagy fiúként, nagy lányként egy kis baráti közösségben szépen megebédelnek. Egyébként iskolánkban büfé nincs. Nem is nagyon akarjuk, hogy legyen, hely sincs a büfé kialakítására. A szülők elkészítik a 10 órait szépen becsomagolva, hozzák a gyerekek, hasonlóképpen a uzsonna is otthon készül, és tényleg látjuk, hogy milyen kis uzsonnás dobozokba ízlésesen, igényesen becsomagolva szépen elküldik a gyerekkel. Egyébként benne vagyunk az iskolatej programban, benne vagyunk az iskola gyümölcs programban, tehát ez egy folyadék, ez egy kiegészítő, ugye nagyon fontos az egészséges táplálkozás, úgyhogy én azt gondolom, hogy iskolánkban éhező gyerek nincsen. Az egészséges táplálkozás alapja a friss zöldségek, gyümölcsök és a különböző tejtermékek bevitele. Az Agrárminisztérium kiemelten támogatja a gyermekek egészséges táplálkozását, ezért ebben a tanévben is folytatódik az iskolatej és gyümölcsprogram. A program kínálatai palettáján 7 féle gyümölcs és 4 féle zöldség szerepel, valamint 100%-os ivólevekből választhatnak az iskolák. Ez 52 millió adag terméket jelent, és 3,1 milliárd forintot fordít erre a kormány. A termékeket 37 beszállító biztosítja, közölte a Karcag Televízióval Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára. Az iskolatej programban 12,8 millió liter tejet, vagy azzal egyenértékű tejterméket tudnak a gyermekeknek biztosítani ebben a tanévben. Erre 4,66 milliárd forintot költ a kormány. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár arról beszélt televíziónknak, hogy a program sikeres. A gyümölcsprogramban 2309 általános iskola, 536 ezer tanulója, a tejprogramban pedig 2678 iskola, 435 ezer diákra vesz részt. Kitért arra, hogy a kormány az elmúlt években nagy figyelmet fordított a gyermekétkeztetésre, melynek forrásait évről évre növelte. De az iskola tej és a gyümölcs programban is egyre több iskola vesz részt. Az államtitkár hangsúlyozta, a kormány elkötelezett a program folytatásában, bővítésében. Hírstúdiónk mai vendége Karcagi Nagy Zoltán előadóművész, aki testvérével a szintén előadóművész Andival rendszeresen lépnek fel a helyi nagyközönség előtt, de népszerűségüknek köszönhetően felléptek már külföldön is. Repertoárjukban mindenki megtalálhatja maga kedvenc dalát. Kapcsoljuk Szabó Ferenc riportert, aki Karcagi Nagy Zoltánnal beszélget. Mai vendége Karcagi Nagy Zoltán, magyar nóta énekes. Köszöntöm Önt a stúdióban.
Köszöntöm én is Önt, és a hatos körzet választóit és a televízió nézőit is köszöntöm. Nem véletlen mutattam Önt be, úgy, mint magyar nóta énekes, ugyanis Önt talán ezzel a foglalkozásával, hivatásával, hobbiával ismerik a legtöbben, de talán a hivatás a legjobb szó erre. Én is úgy gondolom, hiszen hogyha valaki egy ilyen művészi tevékenységben bármikor belekezd, beletanul, akkor ez kell, hogy hivatássá váljon, nem is lehet másképpen hitelesen ezt művelni, és hát úgy gondolom, mivel kiváló tanítómesterem, mestereim voltak annak idején, Vörös Sárira sokan emlékeznek még a híres énekesnőre, és Pesten a stúdióban tanultam ki a szakmát, úgyhogy egyenes út volt a rádióba, a televízióba, és hát azóta is sok felvétel készül velem. Ne is rohanjunk ennyire előre. A magyar nóta ugye egy hungarikum műfaj. Hogy jött a szeretete, hogy a magyar nóta lesz Önnek? Igen, az, amivel foglalkozik. Egész pontosan a klasszikus magyar nóta, ami alatt azt értjük, hogy cigányzenekar kísér egy szerzők által megírt szép dalt. Úgy jött a szeretete, hogy annak idején, amikor az én gyerekkoromban leültünk ebédelni, például egy vasárnapi ebédhez, akkor mindig jó ebédhez szólt a nóta. A rádió ott volt az asztal mellett valahol, és hallgattuk a szép magyar nótákat, tehát tulajdonképpen úgy beleivódott az emberbe, megtalálta benne a szépséget a szerelmes dalokba, a mulatós dalokba, esetleg a fájdalmat a szomorú dalokban, és mindegyiknek bizony-bizony nagyon komoly mondani valója van, és hát ugye ez szólt a rádióban, televízióban, hozzánk jutott, nem úgy, mint a mostani fiatalsághoz, hogy nem nagyon jutnak ezek a szép dolgok el, illetve hát nagyon sok rádió, televízió van azóta, kereskedelmi, stb., és hát ők nem annyira kultiválják ezt a műfajt. Akkor jól értem, akkor Önök ott ültek a családi asztalnál, éppen mondjuk falatoztak, és akkor utána énekelgettek egy jót? Igen, én még nagyapámtól is tanultam annak idején magyar nótát, hát főleg ilyen katona dalokat adott elő, mert ő a II. Világháborúban részt vett, és fogságban volt, hadifogságban, Szibériában, de isteni szerencsével haza tudott kerülni. És édesapám is nagyon nagy énekes nótás volt, nagyon szerette, jó hangja is volt egyébként, és hát édesanyámnak is jó hallása van, mindannyian a mi családunk szerette ezt a műfajt. Azt mondja, hogy ugye a fiatalok talán nem igazán kedvelik ezt a műfajt, de egy magyar nótát mindenki ismer. Melyik az? Hát azt én nem tudom, de van olyan biztos, amit ismernek. Szóval mondjuk a 100 forintnak 50 a fele, vagy valami, ezeket igen. Ugye akácos út talán. Igen. Az a baj, hogy elkezdik a fiatalok, amikor már mulatos kedvük támad mondjuk hajnaltájban, és nagyon sokszor tapasztaltam, hogy nem tudják végénekelni. És ez nagyon szomorú, mert ennek az az oka, hogy nem jutott el hozzájuk kellő alkalommal a magyar nóta, és nem tudott úgy rögzülni esetleg a szöveget dallama, de attól függetlenül mégis előkerül valahogy, hát az mégiscsak a miénk, ez igazi magyar műfaj, úgyhogy nem volna szabad veszni hagyni, és azon is vagyunk, hogy ne vesszen el. Mikor döntötte azt el, hogy ez lesz az, amivel Ön foglalkozni szeretne? Ezt nagyon sokan szokták kérdezni, amikor riportot adok, és ez egy érdekes történet, ugyanis fiatal koromban, még gimnázium idejében nekünk volt zenekarunk, ahol ilyen sláger dalokat játszottunk, én énekeltem, basszusgitároztam, aztán jött a honvédség, ugye akkor még volt katonaság, másfél évet voltam katona, szerencsémre pontosan itt Karcagon voltam katona, és az itteni katonatársakkal ugye hát ugyanúgy ment a mulatás, éneklés, úgy a hallgatódalokat, mint a csárdásokat, és ők mondták, hogy te Zoli, hát ezt annyira jól csinálod, hogy miért nem foglalkozol ezzel? És én ezt meg is értettem tőlük, átvettem tőlük ezt a dolgot, és ahogy leszereltem, nem sokára jelentkeztem is a budapesti OSK, Országos Szórakoztató Zenei Központba, ahol a énekesek és a zenészek képzése ment akkoriban, és ott voltak ezek a vizsgák, meghallgatás, ahol ott volt a rádió, tévé szakembere. Tehát ezért mondtam az előbb, hogy onnan már szinte egyenes út volt a médiába. Hány éve van Ön a médiában, mint magyar nóta énekes? 1987. szeptember 1-én hangzott el a rádióban az első felvételem, ennek már immár ugye 32 éve el is múlt. Hogy emlékszik vissza erre az első felvételre? Hát az egy óriási élmény volt akkoriban, 1987-ben még más rendszer volt, még csak egy Petőfi, meg egy Kossuth rádió volt, semmi más nem volt, egy egyes, meg egy talán egy kettes műsor a tévében, ha jól emlékszem. Hát az ismerősök megsiratták. Ilyen hatása volt, komolyan mondom.
akkor is volt már sörözőnk, mert én vendéglátóztam 20 évig, és bizony ott álltak a pult előtt, és potyogott a könnyük, ahogy meghallották az első felvételt. Olyan hatása volt az emberekre. Az első Karcagi volt, aki nótaénekesként szerepelhetett a médiában? Nem, Márkus Ica, ő volt az első, aki Karcagon ezzel foglalkozott, aztán következő már én voltam, és úgy jöttek a többiek. Úgyhogy én eleinte Márkus Ica meghívására jártam különböző műsorokba, aztán mikor levizsgáztam, utána Kovács Marikával jártunk sokat, és hát így történt a kezdetek kezdete. Ugye szépen képezte magát ugye ebben a műfajban, ami előbb-utóbb a fellépések mellett a szakma elismerését is kivívta. Igen, most a műsorvezető úr gondolom a nem régen megkapott Dankó Pista életműdíjra gondol. Köszönöm szépen, hogy megemlíti. Igen, nagyon nagy megtiszteltetésért nem is olyan régen, ugyanis hát többet magammal megkaptam ezt a Dankó Pista életműdíjat, és hát nagy örömömre szolgál, meg hát természetesen tovább ösztönzi az embert a műfaj művelésére. Annál is inkább, mert óriási lehetőségek vannak benne még ma is, sok helyre meghívnak. Meg kell említenem, de ezt Karcagon nagyon sokan tudják, hogy több alkalommal, két alkalommal is jártam Ausztráliában, a távoli földrészen, Svédország, Németország, Oroszország, Nizsnyi Novgorodban is volt műsorom, és hát a környező magyar lakta településeken, környező országokban, arról meg nem is beszélve, nem régiben voltunk például Nagyváradon, Andival, a hugommal egy nagy sikerű műsort adtunk, már a következő meghívás is a zsebünkben van, annyira nagy sikerünk volt, és örömmel teljesítettük. És ugye amellett sem szabad el menni, hogy ugye nem régiben ugye egy rádió is napvilágot látott, ugye a Dankó Rádió, amely újra felkarolt ezt a műfajt. Igen, hatalmas lépés a műfaj életében, úgyhogy 2014-ben ugye Hungarikum lépett elő, elfoglalta méltó helyét a Hungarikumok között a klasszikus magyar nóta. Abban az évben alakult meg a Dankó Rádió, aminek a fő hivatása a magyar nóta, operett, örökzöld slágerek és a népdalnak a népszerűsítése, terjesztése, és én azt gondolom, hogy ezt jól is csinálják, hiszen úgy van összeállítva a délelőtti műsor is, a délutáni kívánság műsor is, az esti műsor is, hogy abba minden műfaj szerepet kap, és ennek örülünk, a szakma, és szerintem aki szereti a műfajt, ő is örül neki. Legyen ez így, köszönöm szépen, és a munkáját sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm a riportot. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!